Elmondta, hogy az elmúlt években idén is a magyar kultúra népszerűsítése és bemutatása az egyik célja a Határtalan Fesztiválnak. Ezúttal is lesz néptánc, zene, a fesztivál pedig gyerekprogramokkal indul, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelő elfoglaltságot. Több székesfehérvári fellépő is megmutatja a tehetségét, de határon túlról is érkeznek előadók. Például az idei díszvendégünk a Borsika Néptánc Együttes Csíkszeredából, amely ugye Székesfehérvár testvérvárosa, tehát ezt is erősítjük, illetve felvidékről a Felvidéki Rock Színház lesz a kinti programoknak a zárásaként, és ismert rockdallamokkal fognak érkezni. Ugye a közönség tekintetében azt gondolom bárki eljöhet, mindenkinek szólhat egy kellemes szombat délután kikapcsolódásra, hiszen ezeken túl lesznek hazai fellépők, és Fehérvár megyére és Székesfehérvárra gondoltunk, mint lokálpatrióták, hogy innét érkeznek néptánc. A harmadik Határtalan Fesztivál október 26-án lesz. Az esemény kapcsolódik a Székely Autonómia Napjához. A szervezők fontosnak tartják, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a határon túlélő magyarok milyen nehézségekkel küzdenek meg. A Székely Nemzeti Tanács megalakulásának évfordulója október vége, az most már évek óta, egy évtizede a Székely Autonómia Napja, és ezért már nem csak Székelyföldön, hanem Kárpát-medence szerte folyamatosan megemlékezések és őrtüzek hívják erre az autonómia törekvésre fel a figyelmet. Mi ezzel a fesztivállal szeretnénk ezt egy kicsit szélesíteni, és nem csak a Székely autonómiát, hanem a kárpát-medencei magyar közösségek mindegyikének az autonómiájára szeretnénk felhívni a figyelmet. A részletes program a harmadik Határtalan Fesztivál Facebook oldalán elérhető. A rendezvény október 26-án délután 2 órától várja az érdeklődőket a Mercure Hotel előtti téren, este pedig a hotelben.